Jó reggelt kívánunk az uraknak, már is kezdünk. Kiki nyaralás után, kipihentem, mindenképpen egy jó kellemes hétvégé után gondolom, ugye? Frissen vághatunk a hétnek. No, hát nem volt annyira vidám viszont az elmúlt hétvége az egészségi dolgozók számára, tehát a szakdolgozók ugye tiltakoztak a Hősök terén. Elsősorban talán erről kéne beszélni, mit gondolnak erről. Megtelt a Hősök tere szombaton láthatólag, és ők azt kifogásolták leginkább, hogy a kormányzat nem foglalkozik velük eléggé. És nagyon érdekes volt, hogy ezzel párhuzamosan szintén szombaton az Adom Diák Mozgalom pedig a közoktatásra vonatkoztató mondta, hogy velük se foglalkoznak. Ők külön kérték, hogy a miniszterelnök jelöltek legyen egy vitájuk, és beszéljenek erről. Egészségügy témában mi az önök ígérete, vagy mi az, amit lehet vállalni, már most kimondani, nem csak ígéret, hanem vállalás? Hát mi régóta követeljük az egészségügyben az átfogó béremelést, nem csak az orvosoknak, hanem a szakápolóknak. Ne felejtsük el, hogy ez egy rendszer. Éppen a jegyeztetőgépek tragikus példája mutatja meg, hogy nem elég beszerezni drága gépeket, azokat üzemeltetni is kell, és nem akarok nagyon messze menő következtetéseket levonni, de azért az elgondolkodtatóan tragikus, hogy míg Ausztriában mondjuk a jegyeztetőgépre kerülők 80%-a felépül, addig Magyarországon a jegyeztetőgépekre kerülők 80%-a sajnos meghalt az elmúlt időszakban, és mindig is mondtuk, hogy nem izomból kéne a kormánynak tárgyalni, ha egyáltalán tárgyalni akar, és nem fenyegetni kéne az egészségügyi dolgozókat mindenféle adminisztratív eszközökkel, hanem megteremteni azokat a feltételeket, hogy a lehető legjobb rendszer jöjjön létre, ne csak hősiesen dolgozó orvosok és szakdolgozók legyenek, hanem egy olyan rendszer, ami biztosítja a túlélésünket, a gyógyulásunkat. Mit gondolnak? Nyilván ez egy általánosságban megfogalmazott vágy, de vannak ebben olyan konkrét lépések, amit aztán számon is lehet majd kérni. Többször javasolt az ellenzék több pártja, így az MSZP is, hogy a szakdolgozók számára is legyen béremelés az egészségügyben. Van is különben, tehát elindult egy program. Közel sem olyan mértékű, mint például az orvosok tekintetében, és az is megfigyelhető volt, hogy az új szolgálati jogviszony kapcsán nagyon sok szakápoló nem írta alá az új szerződését, tehát az a 4-5 ezer státusz tulajdonképpen, ami ilyen módon megszűnt, vagy éppen nem került aláírásra a szerződés, az elsősorban szakápolókat érintett, és ahogy Burány képviselő úr is mondta, említette, itt például a lélegeztetőgépek kezelése kapcsán, kifejezetten ápolói feladatok kapcsán ez azért már működő képességi kérdéseket is felvetett. Amellett, hogy egy jogos egzisztenciális követelés, azt gondolom, az átfogó egészségügyi béremelés az egészségügy működő képességét is érinti, így mindannyiunkat érint ez a kérdés, tehát ezeket a igényeket, elvárásokat, kéréseket nagyon komolyan kéne végrevennie a kormányzatnak. Tudunk számot mondani? Mire számoljon az a szakápoló, az az asszisztens, az egészségügyi alkalmazott, aki az ellenzékre szavazna? Hány százalékkal lesz neki magasabb a bére? Hát egy konkrét számot azért nem akarok bemondani, de nagyon markáns fizetésemelésre készül az ellenzék lényegében összes pártja, tehát arra számolhatnak a szakdolgozók, hogy az orvosok az hasonló fizetésemelésben részesítjük őket, ha a kormányra kerülünk. Viszont vannak konkrét számok, a bérek, illetve az árak emelkedéséről is beszélgessünk erről. Elsősorban az árakkal, az inflációval foglalkozik, a következők is összefoglalunk, amit hogyha megtekintünk, akkor utána tudjuk, hogy miről beszélünk egész pontosan. Megszűnik a kedvezményes, 5%-os áfa az elviteles vagy házhoz szállított ételek és italok esetében. Ez azt jelenti, hogy akár 21%-kal is többet kell fizetni ugyanazért a rendelésért, mint korábban. Egy 3000 forintos rendelés esetében például mától több mint 3600 forintot kell majd fizetni. Drágultak az üzemanyagok is. A gázolaj literéért 451 forintot, míg a benzinéért 457 forintot is elkérhetnek. Utóbbi rekordnak számít, több mint 9 éve nem volt ilyen magas a benzinára. Célszerű lenne ehhez igazítani, tehát a magyar lakosság tűrőképességéhez igazítani az üzemanyag árakat. Az infláció sújtotta a szolgáltatási és használt autóipari szektort is. A KSH adatai szerint egy esküvői ruhabérlése például tavalyhoz képest 12%-kal drágult, a használt autók esetében pedig az év elején 25%, majd az első negyed évben 32%-os áremelkedés volt az előző év azonos időszakához mértán. Kezdjük Anna, bocsánat, mondtam el, ne haragudj. Igen, tehát hogy mit gondoljunk erről, ugye? Mert egy dolog a bérek emelkedése, vagy annak emelése, vagy nem emelése, de kérdés, hogy mennyit emelnek, hogyha annak a jelentős részét elviszi az infláció, hogy akkor az a sokat nem érünk.
Hát hiába tagadja a kormány, a parlamentben többször is kérdeztük ez ügyben őket, az infláció az itt van a nyakunkon, ez az egyik rossz hír, a másik, hogy úgy néz ki tartósan, itt is marad a nyakunkon. És itt több kétel is fel volt sorolva, üzemanyag, stb. Például az üzemanyag esetében nem tekinthetünk el attól, hogy ez a kormány és ez a jegybank elnök volt az, akik egyesült erővel tönkretették a forintot, és ez például az üzemanyag áremelés a legfontosabb összetevője. Tehát az élelmiszerárakat, ha megnézzük, akkor meg egészen tragikus a helyzet. Olyan mértékben drágultak az élelmiszerek, amit egyszerűen az alacsony nyugdíjjal rendelkezők, az alacsony fizetéssel rendelkezők nem tudnak kiköhögni. Nem egyszerűen csak a friss idén jellegű finom gyümölcsök, hanem már olyan alapvető élelmiszerek, mint az étolaj, liszt, vagy ilyen termékek ára is olyan drasztikusan emelkedett, amivel egyszerűen a bérek, a nettó bérek, főleg az alacsony keresetűek bére nem tart lépést, ilyen egyszerű sajnos. Ilyen konkrét számokat, egyszerű. Hogy mondjuk, ugye 10,6% az állami szférában és 6,7% a vállalkozásoknál. De ez egy emelkedett, ugye, tehát fontos volt tenni, hogy most ugye az átlag a KSH legújabb jelentése szerint 287 000 a nettó átlagkereset, de ugye mindig azt mondják, hogy erre, úgy is mondjam, hogy ilyen óvatosan hivatkozunk erre a számokra. Nem mindenki van benne. Hát, hogy nincsenek benne, az 5 főnél kevesebb főt foglalkoztató vállalkozások, és nagyon sokan vannak ebben az országban, akik ilyen kis- és középvállalkozások. Hát több 100 000 konkrétan. Őket ez érinti. Bele kellene avatkozni a kormánynak ön szerint, önök szerint például az üzemanyag árába, tehát annak a változásába, ahol oda Attila tegnap azt mondta a híradóban, hogy nagyon indokolt lenne, hogy belépjen a kormány, bár ő nem tartja ezt valószínűleg, hogy ez be fog következni. Természetesen a több fronton lenne dolga a kormánynak, az üzemanyag árakkal is lehetne, hiszen nagyon nagy része adótartalom az üzemanyagok árának. Évek óta mondjuk az alapvető élelmiszerekre a kedvezményes áfa kulcsot, az 5%-ot, többször benyújtottuk már ezt a javaslatot az országgyűlésben, nem lép érdemben a kormány, pedig ott azért ez sokat számítana, és ez nagyon sokat számítana a kiskeresetűeknek. Eszembe jutott itt a bejátszás nézve, itt az elviteles ételek kedvezményes áfa kulcsának megszüntetéséről, az a törvényalkotási bizottsági ülés, amikor az új építésű ingatlanoknál szüntették meg ezt. Én akkor elmondtam, hogy vannak olyan helyzetek, amikor egy ilyen kedvezményes áfa kulcsot fenn kell tartani a gyakorlati tapasztalatok miatt, mert hogy a társadalmi igények ezt mutatják. Akkor visszatették az áfát 27%-ra az új építési ingatlanoknál, mert nagyon gyorsan kiderült, hogy mégiscsak szükség van erre. Én egy picit itt az elviteles ételeknél is ezt látom, hogy igenis szüksége van ezeknek a vállalkozásoknak, és a fogyasztóknak is erre a kedvezményes áfa kulcsa. Tehát ezt is egy korai vagy elhibázott lépésnek gondolom mindenképpen. A kormánynak vannak eszközei, bizonyos adóbevételekről le kell mondania, amik az alapvető fogyasztási cikkeket a nehezebb sorsú embereket is. Hát az épp azt hallottuk a közelmúltban, hogy a vendéglátóipar még messze nincsen túl a válságon, hiszen egyes becslések szerint akár a fele is tönkremehetett már a vendéglátóknak, már pedig a túlélést pont ez a kiszállítási rendszer ez biztosította, hogy hát most közel 20%-a megdrágul, azért az megint csak egy nagy érvágás. Megint egy rossz időpontban, éppen, ugye, nem, ahogy ön is említette, nem lábolt ki ez a szakma a válságból, egyáltalán nem lábolt ki. Az meg tényleg nonsens, hogy miközben a kormány a maga szempontjából kényelmes veszélyhelyzeti állapotot nem függesztette fel, nem szüntette meg, addig minden olyan dolgot, amit például erre a helyzetre hivatkozva eddig megtett és kedvező irányba mutatott, annak egy részét most visszaszívta. Tehát úgy lenne fel, hogyha veszélyhelyzet van Magyarországon a kormány szerint, akkor a veszélyhelyzetből következő összes többi válságintézkedést is fent kellene tartani, például a kedvezményes áfáját ezeknek a termékeknek, és tovább is kell menni, hogy Varga képviselőtársam mondta, az alapvető élelmiszerek áfáját jelentősen csökkenteni kellene csökkenteni a legalacsonyabb szintre, amennyire csak lehetséges, mert ne felejtsük el, hogy azért az infláció nagyot kasszál a kormány. Mert 3%-os inflációval tervezték a költségvetést, azért az infláció ennél lényegesen magasabb már most, és magasabb lesz a jövő évben is. Ez az adóbevételekre pozitívan hat, de a megélhetésre meg negatívan. Ugye nagyon elhangozna a másik oldalról az a fajta nagyon gyors válasz, hogy értem én, hogy csökkenteni kell az adókat az alapvető élelmiszereknél, a kiszállításnál, a benzinárba, de akkor honnan pótoljuk mindezt, miközben ugye a gazdaságnak egy újraindításra van szüksége, tehát szükség van arra a pénzre, ami ezeken a bevételek az egészségügyi dolgozóknak többet fizetnének. Ugye nagyon könnyű azt mondani kívülről, hogy mindenre költsünk, de akkor honnan?
mindig, amikor a költségvetéshez, vagy az adó jogszabályokhoz megfogalmazzuk a módosításainkat, javaslatainkat, akkor ez természetesen alá van támasztva. Minden költségvetésben és minden adócsomagban benne volt ez a tartalék eddig. Nem szeretném azokat a lózungokat puffogtatni, amíg lózungnak tűnnek, de ugyanakkor nagyon is valósak, hogy vadászati kiállítástól kezdve itt nagyon sok látványberuházásra is költ a kormány, kommunikációs kiadások elképesztőek, tehát tele voltak plakátolva az utak is a kormányzati kommunikációval, amikor idefele jöttem. Azt gondolom, hogy van forrás erre, és ráadásul ezek a csökkentések azért fogyasztást is élénkítenek, tehát ne felejtsük el azt, hogy mondjuk egy alapvető élelmiszer áfa kulcs, az sok esetben azt jelenteni, hogy a megmaradt forrásait egy nehezebb sorsú vagy szegényebb család, az költhetné arra, hogy több élelmiszert vásároljon meg. Ezek elsősorban hazai termékek, tehát ez gazdaságélénkítő hatású is, mindennel összefügg tehát. Ezek a források benne vannak a magyar gazdaságban, oda kell adni az embereknek. Már Varga Lászlónál van a szó, bocsánat, csak az inflációra és az áremelkedésekre vonatkozó, épp a közelmúltban volt egy sajtótájékoztató, hogy az építőanyag árak emelkedéséből, fakadó lakhatási válságból. Mi volt ennek a lényege? Összefoglalnád röviden? Hát ha egy mondatot kéne megfogalmaznom, akkor az elmúlt 10 év után látható, hogy Magyarországon drágább lett ingatlant vásárolni, mint egy megduplázódtak az ingatlanárak, drágább lett ingatlant lakást bérelni, elképesztően elszálltak az albérletárak az elmúlt 10 évben. A visegrádi országok közül a legjobban, tehát hogy régiós összehasonlítást is mondjak, és hát építeni is drágább lett ingatlant, aki ebbe vágná a fejszéjét, hát hallani itt most, hogy az elmúlt 4-5 hónapban például a faanyagok árai majd megháromszorozódtak, de egyéb építőanyagok árai is elszálltak. Minden fronton tehát drágább a lakhatás, és egyfajta lakhatási válságot alakított, ki hozott létre Magyarországon. Ezzel az a hatalmas probléma, hogy a kevesebb jövedelemmel rendelkezőknek egyre nagyobb részét viszi el a jövedelmüknek a lakhatás, mint olyan, és hát nyilván ezt a kérdést kezelni kell. A kormány is beszélt ilyesmiről. Igen, tehát az utóbbi időben, de úgy nem nagyon. Elvileg az építőanyagoknál ugye egy ilyen limitet húztak, illetve az extra profitot azt most megadóztatják, ha jól emlékszem pontosan, illetve kiviteli korlátozás van. Próbálkozás, azért ezt írjuk alá, hogy az van. Elegendő önök szerint? Nem. Hát jó pár évvel ezelőtt a megalkult Rogán Antal vezetésével az úgynevezett bérkommandó, hogy majd ők jól megnézik, hogy a vállalkozók minden esetben teljesítik az akkori minimálbéremelés követelményét. Kiderült, hogy bármennyi kommandót létre lehet hozni, akár az építőiparban, akár a kis vállalkozások tekintetében. Ezt nem lehet adminisztratív eszközökkel befolyásolni. Ahogy a bérek sem emelkedtek akkor kellő mértékben, és ennek 100 000-ek itták meg a levét, most ugyanez a helyzet. Akármilyen limiteket, akármilyen adminisztratív szabályokat vezet be a kormány, a piaci folyamatokat, amelyeket többek között ő rontott el, azt nem lehet ilyen eszközökkel visszahozni. Tehát nem lehet megfordítani ezt a tendenciát. Ne felejtsük el, hogy bocsánat, megmondtam, hogy az ő többek között ők rontották el. Annak idején, amikor a csokot és ehhez hasonló kedvezményeket, hitel lehetőségeket bevezették, mi mondtuk, hogy oké, ez nagyon rendben van, de figyeljék meg, hogy ennek lesz egy kereslet felhajtó és emiatt árfelhajtó hatása is. Majdnem, hogy akik a hitelt igénybe veszik, azok, amelyik kedvezményt kapnak, annyit elveszítenek az áraemelkedés révén. Most az a helyzet, hogy ezt a hitelt se tudja bárki megkapni, mert attól még a bankok megvizsgálják a hitelképességet, a kedvezményes lakáshiteleket is azok tudják igénybe venni, akik magas jövedelemmel rendelkeznek, ugyanakkor az ingatlan árak, a lakhatási költségek drágulását a legalacsonyabb jövedelemmel rendelkezők is megérzik a bőrükön, annak úgy, hogy ők egyébként meg semmilyen kedvezményt érdemben nem tudnak majd igénybe venni. Tehát ez a helyzet. Hát a másik pedig az ugye, hogy mi van, vagy a fizetésű, vagy hitelből, vagy pedig szülői támogatással tud esetleg lakást vásárolni egy fiatal, de hát valószínűleg ezt sem sokan bírják, a statisztikák szerint legalábbis gondolom, emiatt is van az, hogy 18 és 35 év közötti korosztálynak több mint 60%-a mindig otthon lakik, gondolom ezért is többek között, most nem is beszélnek, milyen hatása van aztán a demográfiai számok alakulására, nyilván
később házasodnak a fiatalok, később válnak a gyereket, így aztán hiába sokféle családpolitikai intézkedés, segítség, nem tudom a közeljövőben mennyire számíthatunk arra, hogy növekszik majd újra az ország lakosság. Ráadásul a bérlakásokat kellene támogatni, hiszen nem mindenkinek lesz, ahogy előbb is levezettem pénz arra, hogy saját lakásban lakjon, de valamilyen lakásban nem a szülőknél mindenkinek laknia kellene. Most ahhoz képest meg pont vágta vissza ezt is a kormány. Most alkotmánybíróság előtt van ugyan a törvény, de emlékszük, hogy a bérlakásokat egyszerűen most államosítani akarják, ahelyett, hogy növelnék az önkormányzatok lehetőségét, hogy bérlakásokat építsenek. Mi a programjuk, vagy mi a megoldási javaslatuk a lakhatási kérdések rendezésére? Nyilván itt rendkívül átfogó kérdésekről beszélünk, és ugye rögtön mondtam három külön területet, tehát a vásárlás, a bérlés és nyilván az építés. Például a bérlakások kapcsán már, ha ez volt most szóban, akkor azt gondoljuk, hogy átfogó bérlakásépítési program kell. 60 milliárdot meg kell találni minden évben a központi költségvetésben erre a célra. 13-15 ezer lakás lehetne építeni, felújítani ebben a tekintetben, és az önkormányzatok számára ez bővíteni a palettát. Én Miskolcon élek, ott születtem, és ott is politizálok, amióta a közélettel foglalkozom, és látom, hogy többszöröse a túljelentkezése az önkormányzati bérlakásokra, tehát nagyon nagy az igény az ilyen lakásokra, de semmiféle programot, különösebb átfogó programot nem láttam az elmúlt bő évtizedben a kormány részéről a bérlakásáram egy növelésének céljára. Tehát ebben a tekintetben előre kell lépni. Két kormányzati ciklus alatt nagyjából 100 000 új bérlakást lehet építeni, és ez kedvezményesen eljut a rászorulókhoz, akkor azt hiszem, hogy hát meglátjuk, sikerül ez, illetve hát lehetőséget kapnak-e majd jövő tavasszal választóktól erre. Köszönjük szépen, hogy itt voltak. Köszönjük a lehetőséget.